Szóval az ötös pályán úszik olimpiai bajnokunk. És a nagy riválisok közül Scazzoli Miller a hármas négyesen. Szóval tegnap gyönyörűen úszott Dani. Nem igazán hagyott kétséget afelől, hogy még mindig ő a legjobb 200-on. Na de ez 100 méter, ez teljesen más tészta. Ugye azt mondta az Európa-bajnokság negyedik helye után, hogy nem rossz ez, de voltak hibák az úszásában, elkapkodta a dolgot. Hát most nem kapkod, most gyönyörű, szép, hosszú tempókkal halad. Scazzoli viszont nagyon jól megy a hármason. Ő fog talán elsőként fordulni. Dani pedig a negyedik pozícióban, de teljesen jól együtt az élenállókkal, egy gyönyörű, szép, hosszú lehúzás, és most már Millerrel együtt talán utolérik Scazzolit, akinek nem erőssége a második 50, ellentétben Danival jól szaporázza itt az utolsó fordulónál. Figyeljék meg, mekkora lehúzása lesz a víz alatt. Bizonyám, az első helyen jön most már föl, és ebből meg lehet akkor a második aranyérem. Azaz, Dani, mint akit zsinóron húznak, úgy jön be a célba. 57.04-jel. Nézem, hogy mondjuk a tavalyi időeredményekhez képest ez mit jelent. Hát tavaly sem sokan tudtak ennél jobbat. Konkrétan csak Scazzoli úszott kétszer 57 másodpercen belül.